Élj együtt a sporttal! Ezzel a mottóval nyitották meg tegnap a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia 12. szezonját. A megnyitón elsőként Jánosi István, Kecskemét város sportért felelős tanácsnoka mondott köszöntőt, melyben kiemelte, legutóbb az olimpia adta ékes bizonyítékát annak, hogy sportnemzet vagyunk. Fontos azonban, hogy sportoló nemzet is legyünk, azaz minél többen megértsék a mindennapi mozgás fontosságát és el is kezdjék a rendszeres sportolást. Ahhoz, hogy ez a nemzet valódi nemzet legyen, sportnemzet legyen, ahhoz elengedhetetlenül szükségesek azok az alapegységek, amelyek ezt működtetik. Ugye az nemzet esetében ennek alapegysége a család, ha sportnemzetről beszélünk, a sportolók nagy nemzetéről, akkor pedig azok a közösségek, amelyek a sportot éltetik, a sportot működtetik. Hát a Kosárlabda Akadémia egy ilyen, most már 12 éve nagyon-nagyon sikeresen működő közösség. Ezután Ivkovicsné Béres Tímea, a Kosárlabda Akadémia vezetője szólt a jelenlévőkhöz, elsőként számba véve az elért sikereket, melynek egyik fő mércéjét a válogatott meghívások száma jelenti. 11 fő kapott meghívást a nemzeti válogatott kereteibe, és a megye válogatottak együtt 46 sportolóra lehetünk büszkék. Az akadémia több mint 400 fiatal sportolóval vág neki az újabb évnek. Ivkovicsné Béres Tíme a köszöntőjében kiemelte a főbb számokat. A 12. szezont 30 csapattal, 46 szakemberrel és 450 regisztrált sportolóval kezdjük meg. Ma azonban nem csak az új szezon kezdetét, hanem az elkötelezettségünket és az összetartozásunkat is ünnepeljük. Az akadémia vezetője az újdonságok között beszélt arról, hogy csatlakoztak a Sportoló Nemzet programjához, mellyel a szülőket, családokat is próbálják megszólítani. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által bevezetett területi együttműködési rendszerhez is csatlakoztak. Ebben fő partnerük a területi központként működő Debrecen lesz, míg Kecskemét a délkeleti régió alközpontjaként funkcionál majd. A megnyitón díjazták a legjobb eredményeket elért leány- és fiúcsapatokat, és átadták az év munkatársa díjat is. Az évnyitóról szóló bővebb cikkünk és képgalériánk hírportálunkon a híres.hu oldalon érhető el.